A gyerek és a kutya kapcsolata az egy nagyon érdekes dolog. Sokan úgy gondolják, hogy a lehető legjobb megoldás az, hogyha a gyereknek vesznek egy kutyát. És sokan ezt egészen pici gyerekekkel is megoldhatónak gondolják. Több esetben beszéltem olyan személlyel, aki azt mondta, hogy hú, most már 2 éves a gyerek, most veszek neki egy kutyát, hát a legjobb barátok lesznek. Ugye mindig arra kell gondolni, hogy egy nagyon nehéz feladat a szülőnek állandóan felügyelni a gyereket, szinte lehetetlen. Na most, hogyha kutya van otthon, és a kutya és a gyerek együtt van, akkor pedig a felelősségteljes szülői megoldás az az, hogy nem hagyom őket felügyelet nélkül. Na most ilyen megfontolásból ugye nagyon óva intennék bárkit attól, hogy pici gyerek mellé direktbe kutyát vigyen haza. Természetesen van olyan, hogy a kutya már megvan, amikor megszületik a gyerek, egyáltalán nem azt állítom ezzel, hogy akkor a kutyát azonnal el kell ajándékozni. De nagyon csinyán kell bánni a gyerek és a kutya, hogy mondjam, összerakásával, vagy direkt összehozatalával, mert a gyerekekben nincs felelősségérzet, másképp viselkednek, mint a felnőttek, másképp értelmezik a kutya viselkedését. Sok esetben olyan dolgokat csinálnak egy kutyával, csak játékból, csak próbálkozásból, ami a kutyának fájdalmat okoz, ami a kutyát idegesíti, megijeszti, és a többi. Na most ilyenkor a kutyák többsége visszavonulót fúj, szeretne kilépni ebből a szituációból, de ugye sokszor egy lakásban, egy kertben erre nincs módja. Tehát a gyerek addig fogja piszkálni a kutyát, amíg sokszor sajnos a kutya agresszívan lép föl. Nagyon sok gyereket megharapnak. Kutyaharapások nagy része gyerekek ellen irányul. Ugye ez egy paradox dolognak tűnik, hiszen a kutyákról azt gondoljuk, hogy szeretik a gyerekeket. Igen, de amikor a gyerekek úgy viselkednek, hogy a kutyának az kínlódást okoz, akkor bizony ugye a kutya védekezni fog. Na most nagyon, hogy úgy mondjam, nem fair dolog ilyenkor azt mondani, hogy de nekem olyan kutya kell, ami ilyen esetben sem harapja meg a gyereket, hanem inkább azt kell mondani a felnőtt embernek, hogy várok addig, amíg a gyermekemet összeereszthetem egy kutyával felügyelet nélkül, vagy felügyelet nélkül nem fogom a gyereket és a kutyát együtt hagyni. Na most az a kérdés, hogy milyen kutya való gyerekek mellé, ugye vannak olyan kutyafajták, amik különösen alkalmasak, hogy úgy mondjam, családi kutyának. Például ugye világszerte az egyik legnépszerűbb kutyafajta ilyen szempontból a Golden, illetve a Labrador Retriever. Nagyon jó természetű kutyák. Tehát vannak olyan kutyafajták, amik barátságosak, békések, elfogadóak általában sok emberrel. És vannak olyan kutyafajták, amik viszont, hogy úgy mondjam, egy kicsit maguknak valóbbak, vagy kevésbé szociálisak, amelyeket nem annyira, hogy úgy mondjam, emberrel való kooperatív munkára szelektáltak, hanem önálló munkavégzésre. Ezekkel kicsit talán jobban kell vigyázni emberi közösségben, és ugye a kutya mérete nagyon számít. Tehát ugye tessék elképzelni, egész egyszerűen méretéből adódóan egy kicsi kutya, ha nagyon, hogy mondjam, megszorítják, kisebbet harap, mint egy nagy kutya. Tehát édesek azok a képek, amikor apró gyerekek hemperegnek hatalmas szőrös kutyákon, de egy kicsit mindig az az érzésem támad, hogy ha itt valami félre sikerül, akkor nagyon nagy probléma lesz belőle.